Na hát akkor kezdjünk hozzá. És Kobe kapta a felső pozíciót, a Lentit pedig Seriously. Na hát kíváncsiak vagyunk, hogy... hogy mit Kobe okult-e az előző játékból. Így van. Hogy ez a nagyon furcsa proxizás, ez nem működik úgy. Ahogy ő ezt elvárja. Na most ki tippelsz? Ki teszed az első pylont? Én most Kovira tippelek. Na akkor én a Seriously-re. Na, ez szoros lesz. Na megállt, itt le akarja tenni. És letette. Ah, Seriously tette el előbb. Kovi hova megy? Kovi már 9-en van, de még nem is tervezi a pályát, érted? Nem kell ezt elsietni, érted? Minek kapkodjon az ember? Azt se tudja, hogy néz ki a pálya. Megy össze-vissza, tegye már egy pályát. Gyerek valamit nagyon eltévesztett, mert aztán meg végül letett a bejáratához. Kovi most Ausztriában van, onnan játszik egyébként? Nem tudom. Fogalmam sincs, lehetséges, azt hiszem igen. Előbb ment kifelderíteni, mint hogy... Lehet, hogy csinál egy ilyen... Erre, ugye ez a pálya ad teret, hogy építs az ellenfél bázisának a félre első részébe. El tudok egy ilyet képzelni Seriously-től. Belőle ezt lazán kinézem. És erre most adott a lehetőség. Igen. Látod, hogy beosson, tudod? Igen, de hát ugye az előző... Ezt simán meg lehetne csinálni. Főleg, hogy itt egy faladás... kezdemény történik. Na. Dupla gateway Seriously részéről és dupla gateway Kovi rész. Ja nem, ez egy gateway és egy forge. Valahogy ezek a falak nem az igaziak, amiket itt felhúztak a játékosok, nem? Hát ez nem fal. Valahogy az azért. Hát nem is az, csak ott van, ahol a falnak kéne lenni, de egyáltalán nem fal. Na, egy minek pylon bement oda, ami majdnem manor pylon, csak éppen nem manor pylon. Nem szorít be senkit sehova. Jó, Aratvik manor pylonozott sikeresen, ugye? Igen, tehát Aratviknak az a manor pylonja az egy nagyon jól elhelyezett dolog volt, abszolút. Itt közben... Mit vettél észre? Ja nem, csak ezért, csak várom, hogy mi történik azzével, azzal a próbbal ottan. De hogy tudott már is 4 populáció, 5 populáció elmény kiharcolni a Seriously, amikor semmi összecsapás nem. Ja, hát mindegy, az a pylon az igazából nem akadályozott semmit. Tehát az Aratviknek a Penner pylonja az rendesen megakasztotta a Kovi termelését, de most ez a Kovinek ez a pylonja, ez így nem hozza ezt a hatást. De Kovi ezt eltanult, tehát látszik, hogy tanult egy ilyen trükköt, de még most nem csak sikerült. Igen, tehát nem érezte át, hogy mi a lényege a trükknek, az az egy baj. De azt nehéz azért a próknak is jól elhelyezni, főleg, hogy kettőt megfogni, az egy hatalmas belúr szerint. Na, lesz valami.
Na. Hát, még mindig jött lustálkodik, látod, hogy a felderítője a lilának, ott el van bújva a narancsbázison. Az egyszer be is benézett, körülnézett és újra elbújt. Egyébként. Én azzal már nem is néznék be, hanem vennék oda valamit, azt onnan beküldeném a TT-ket vagy ilyesmi. Nagyon csúnya dolgokat lehet ezzel ott elérni. Az mondjuk igaz. Mire készül Seriously? Mivel már megy a Cybercore, most éppen nem vesz semmit a... Tehát... Jó, mondjuk lehet a Nexus-t, jó. Igen. És tesz ki, ahogy fel akartam minden figyelmet arra, hogy csak egy pályon van, teszik ki a másodikat. Ja. Ügyes. De mondjuk Kovi nem tud, nem akar kitelepülni, tehát nem azért ment oda, hogy aztán vegyen mögé egy bázist. Ebből baj lehet, ha nem települ ki. Viszont ugye nem tudja elrejteni a Templar Archive-ot, mert ott van Ben Siriusnek az a jó kis próbja. Hát aztán ugye, ha most nem rakja ki a Nexust, akkor aztán azzal hosszú távon elveszíti a makró helyzetet. Minden esetre most kockál jobban technológiai szempontból. Viszont létszámban a Józsinál van az erő. Igen. De amit küld egy kis csapatot, az még pont nem lesz elég arra, hogy átmenjen. Hát ez igen, ez 6 fő, 3 fő Zelóta ellen és 2 Canon. És 2 Canon. Csak a Zelóták hátul elég. Vannak, a Canonok meg előleznek mondjuk. Na, ez még pont időben megváltozott ez a szituáció. Csak a Zelóták meg nem támadnak, hanem holdolva voltak. Ó, ez az egyetlen, ez egy Zelóta meg hogy szépen körbefutott. Aha. Na. Hát ez hiba volt itt beavatkozni, az az érzésem. Mert itt... Igen. Ez nem érte meg. Na letett egy pilot a bázisra. Tényleg beépít? De ha ezt akarnád csinálni, akkor meg kéne fejlődni a DT-tekre, nem? Vagy valamit kéne használni. Igen, mondjuk a DT-tekre az már... Van egy adúnya. Ja, közben lett egy adúnya, azt nem is adtam. Aha, te, ebből itt lehet huncut kopni. Csak az a baj, közben Kobinak már kéz a templát. Semmi védelem nincs a ményén Kobinak. Úgy leszeteti a dolgozóit, hogy meg se hallja. Ja, csak már Kovásznak jön ki a gateway-ből mindjárt a DT. De a DT-k nem látják egymást. De Siriusnek meg még nincsen semmi detekciója. Tehát itt, hogyha a legjobb esetben is egy BCD-t lehet belőle. De tényleg semmilyen nincsen. Még forja van, egy forja sincsen. Nincsen. Ojjajajajajajajaj, hát ebből így bajok lesznek. Tehát, hogy ha hirtelen felbukkan egy DT, pánikból se tud mit csinálni ezek szerint a Józsi. Bizony, tehát Siriusnál... És már születik a DT. Már jön! Kettő! Ez a vége a meccsnek? Mert esélye nincsen őket detektálni sehogy sem. Most itt az a kérdés, hogy... Siriusnek sikerül-e itt ezeket a canonokat leverni? Nem igaz. Ez egy nagyon merész dolog, hogy ennyire defekció nélkül vállalta be. És hogy... Hol egy kis esze nem üti meg ezeket, és nem üti meg őket, nem hívja fel magára a figyelme. Ja, hát ezek most simán leszedhetnek minden egyes dolgozót oda ment. Hát igen, én egyel bemennék az egyik bázisra, egyel a másikba, azt mindig itt lehet legyogulnék. Viszontlátás. Na, észrevette. És itt feladta. De annyira észrevette, rögtön feles adta. Bizony. Kovi! Tényleg meglepetés lenne, hogyha Kovi részt tudna venni a következő fordulóban, nagyon örülnek. Azt mondod? Ráfér a dicsőség szerintem ebben a sorozatban. Úgy gondolod? Ez egy nagyon, nagyon elcseszett módon indult ez a játék, de ja, kihozta belőle, amit ki kell, úgy gondolom. Ezt nem lehet elvitatni tőle, érted? Hogy kihozta a játékból, amit ki kell. Aztán megvan a harmadik győzelme a szériában. Bámulatos módon.
nem véletlenül választotta magának ezt a avatárt, úgy gondolom. A ninja-t? Nem, a ninja a seriously. Ja, akkor az önnöm maga, nem az avatár. Az önnöm maga azéval, a jointtal, meg a... meg a kalappal. Meg a süttyósapkával. A süttyósapkával. Így van. Na, hát akkor utol... Hát vagy hát attól függ. Ugye? Tehát most, hogyha ezt ugye Kovi meghozza, akkor az utolsó meccs, ha seriously pedig tud szépíteni, akkor utolsó előtti. Így a mai estére. Meg utána majd mi is összecsapunk, de azt még egyelőre nem közvetíted. Azt még nem bizony, hát az még... Amíg az még odébb lesz. De meg majd... Lehet, hogy a mi összecsapásunkat inkább odébb kell majd tennie, már igen, csak későre jár. Azt meglátjuk. Igen? Ja. Már 2:30 van hajnalba. Azért az nem járja, érted? Na, mehet! Indítsuk itt a következő kört.